a digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 3, 2, 1. És elindul a rakéta. De elég furcsa formája van ennek a rakétának, olyan, mint egy óriási gabonatároló, amit így kilőnek az űrbe. Hát egy kísérleti projektről van szó, természetesen egy marsi projektről, ami a SpaceX nevű cégnek a Starship űrhajójának egy darabja, kísérleti projekt természetesen, hosszú távú utakra fejlesztették ki, vagy fejlesztik most is, és kísérleteznek vele, és azt próbálták ki, hogy hogyan tud elindulni egy ilyen óriási tartály. Hát egyetlen egy rakéta motorral, amit láttunk is itt most a közvetlen közelből. Lényegében egy repülő termoszról van szó, ez a SpaceX Starship űrhajója, annak is egy darabja. Gondolom, hogy majd modulárisan építik rá majd a következő darabokat, de hát elképesztő, hogy a SpaceX-nél milyen projekteket valósítanak meg. Igaz, Gergő? Te nyomon követed a SpaceX-et? Elon Musk cégéről van szó. Elon Musk azért az összes ilyen agymenését nem követtem feszült figyelemmel, de mondjuk ezt figyelemmel követtem, meg azt is, hogy csak gyorsan, hogy a Tom Cruise-zal együtt egy közös filmet terveznek, ami a világűrben fog játszódni, illetve nem csak játszódni, hanem ott is forgatják. Ez is egy érdekesség, hogy Elon Musk mindent kipróbál valóban. Na szóval ez a Starship űrhajó a Marsra fog majd indulni. Gondolom, hogy néhány év azért még eltelik addig, amíg teljesen összerakják ezt az űrhajót. Mutattunk viszont még egy marsi kütyüt a kütyűhíradónkban, amit egyébként Rész Betyár Gábor állított össze. Egy marsi helikopter. Ugye olyat láttunk már, hogy rover, tehát négykerekű autó vagy jármű ment a Hold felszínén, ilyen a, egyébként a Mars felszínén is jár már, ilyen kisméretű robotizált kis jármű. De helikopter, tehát repülő alkalmatosság még nem volt. Hát ez viszont olyan, ez a marsi kopter, vagy marsi helikopter. Július végén indult el egyébként ez az űrhajó, és az a fő küldetése, hogy az élet nyomai után kutasson a vörös bolygón, ahogy emlegetni szoktuk. A küldetés egyébként egy marsi évig tart majd, ami 687 földi napnak felel meg. Baromi lassan halad egyébként a marsjáró mellette, amit ott a bal szélén láthattuk, mert 157 métert képes csak megtenni óránként. A helikopter se túl nagy egyébként, tehát ilyen kisméretű, olyan, mintha itt földi körülmények között használnánk egy ilyen modellező kis járművecske lenne, de kifejezetten a szélsőséges marsi időjáráshoz tervezték, tehát hogyha mondjuk egy homokviharba kerül, gondolom, hogy akkor is képes lesz leszállni. Bizonyára ezért van ez a dupla rotor is rajta. Jól néz ki, Gergő, nem? Itt egy szitakötő. Abszolút. Elfogadnám. Távirányítóval kipróbálnád, ugye? Abszolút, a kertbe. A macskámat ezzel keresném meg. Na hát ezt a projektet is érdemes lesz majd nyomon követni, de hát ahogy ismerjük Elon Muskékat, ők nagyon ügyesen PR-ozzák a saját projektjeiket, úgyhogy folyamatosan lehet majd például a SpaceX YouTube oldalán követni ezeket, ahogyan egyébként a nyár elején az első emberes űrutazásukat is lehetett látni, és visszakeresni vagy élőben követni azt, ahogyan becsatlakoztak például a nemzetközi űrállomásra